Jó napot kívánok és köszöntünk mindenki Székesfehérvárról, ahol a hazai együttes a Gyirmót FC-t látja vendégül. Petriák kérne egy hatalmas keresztlabdát, de ez nem felé, hanem Kodró felé megy. Által a kapunak. A lekészítés, lesz-e belőle lövés? Igen, megpattan, nagyon nagy védés Hársfalvitól. 9. perc, Petriák szabadrugása, Hársfalvi visszatáncol, az kezezés gyanús, és nem csak gyanús, hanem büntető is. Ez egy buta mozdulat Vargától. Hát itt belekap, aztán rájön. Nikolic, meg is rúgja. A 10. perc végén Nikolic góljával 1-0-ra vezetnek a székesfehérváriak. Hársfalvit elküldi a másik irányba, és aztán ragyogóan a jobb alsó sarokba bombázott Nikolic. Varga nagyot kapott, és ez is lap lesz. 19. percben egy újabb sárgalapos figyelmeztetés, ezúttal Muszliu kapja. Jó a kényszerítő, Heister élesen középre, kicsúszik Hársfalvi kezéből, nincs azonban belőle gól. Radics megmenti még, és jön Hajdú is mellette. Négóra vezethetik rá a labdát. A beívelést pedig Stopira bólintja ki, de Radicshoz jut csupán. Radics esik el. Farkas még nézi. Majd miután tüzetesen megnézte, 11-est ítél a Gyirmótnak. 10 perccel az első félidő vége előtt. És hozzáteszem, hogy Muszliunak volt egy sárga lapja. És ha kap még egyet, akkor ki is fogják állítani. Na, Négó nem engedi. Na, fehérvári szempontból ez az, ami egyáltalán nem volt benne a mérkőzésbe. Hárít-e Kovács? Nem tud hárítani. Varga ugyanis gólt szerez, a Gyirmót pedig kiegyenlít a találkozó 38. percében. Nikolic 11-esből szerzett góljára. A ballábas a bal oldalon, a jobb a jobb oldalon volt. Dárdai középre, a telesett Kodró érdekes körülmények között. Ez is 11-es. Farkas mutatja Szabicséknek, hogy picit nyugodjanak meg, mert hogy jön a büntető. Az első kettő bement. Ez is bent van. Ember hátrányban megint megszerzi a vezetést a MOL-Fehérvár FC. A harmadik 11-est sem sikerül hárítaniuk a kapusoknak. Ugyanoda, ugyanúgy középre szinte, ahogy Varga lőtte, ő egy picit laposabban. Kodrónak pedig ezzel ismételten sikerül gólt szereznie. Lehet azonban akár rögtön egyenlíteni. Simon! Simon, ez már jobbnak tűnik. Lekészít vissza, mellé megy. Négó mögé kerül, Dárdai húz befelé ballal. Négó nem volt les, Négó be középre. Nincs még kint. Dárdai megint a ballábán húzza vissza, kapufa men. Négó fölé. Óriási labda Makarenkótól. Hársfalvi visszatáncol, hangja a hosszú ketten kéri. Kodró, 3-1 a fehérváriaknak. Két gólt lőnek ember hátrányban. Két Kodró gól. Hát ezt most innen meg nem mondom. Egy vonalnak tűnt. Ez biztos, hogy nem lesz. És tökéletes volt egyébként. A cserekként pált hangja gólpaszt ad, mert hogy időközben kapom a megerősítést. Nem volt les, visszanézték. A Stopira fejeli ki, aki úgy tűnik, hogy győzelemmel jubilált át a 300. mérkőzésén fehérvári színekben. Lencse teszi tovább. Kapásból gyönyörű gól! A 93. percben nem biztos, hogy el kell kiabálnom azt a győzelmet. Varga másodszor is eredményes. A cserekén bárt Lencse gólpaszt ad, és ez egy gyönyörű mozdulat Vargától. Kapásból, állítgatás nélkül félig háttal a kapunak.